Szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! 4 óra múlt pár másodperccel itt az élő hatos lottó sorslás ideje az RTL Klubban. A 33. hét nyerőszámait fogjuk kisorsolni, és mivel múlt héten vasárnap nem volt telitalálatos, ezért most olvassuk el együtt, hogy 135 millió forintot nyerhetnek szerencsés esetben. Ma is minden szabályszerű lesz, ezért van velünk a Szerencsejáték ZRT sorsolási bizottsága. Szilárdi Brigitta az elnök. Jó napot kívánok! És dr. Deli Betti a közjegyző. Jó napot kívánok! Persze ma is itt van velünk 6 számhúzó, mindjárt megismerik őket. Az általuk kihúzott nyerőszám 6000 szeresét nyerik, 30 ezer forint alapnyeremény most is megilleti őket. Eszter lesz a segítségemre, és akkor sok szerencsét, kezdjük a játékot. Első számhúzónk Pápán él, Klaus Györgyné. Első alkalommal került be hozzánk, és képzeljék el, hogy egy 16 fős csapatot képvisel, nem is akárkiket, a Pápai Kórházi Röntgen osztályát. Innen üdvözöljük őket, remélem sokat nyernek együtt. Ez egy közepes szám, szerintem egész jó, 17-es, ez az első nyerőszámunk a héten, a 6000 szeres összege pedig 102 000 forint. Jöjjenek máskor is, köszönjük szépen! Szegedi, e heti második számhúzónk, Zalavári Hedvig. De persze mindenki csak Hédiként ismeri. Kezi csokolom, jöjjön hozzánk közelebb. Van egy 40 éves fia, aki motort szeretne cserélni, úgyhogy remélem fogunk tudni segíteni Csabának. Fogunk tudni, egy 10-essel följebb mentünk. 27-es, ez a második nyerőszám a héten, a 6000 szeres összege pedig 162 000 forint. Gratulálok! Harmadik számhúzónkat várom, Nagy úton él, Balogh Gábor. Akinek két kamasz gyereke van, ők 17 és 19 évesek. Gábor a Mátrai erőműnél dolgozik, és a hobbi az elektromos autók építése benzinesből. Most meg egyen lejjebb mentünk az elsőhöz képest, 16-os ez a harmadik száma. Héten jó, ez szerintem szép nyeremény, 96 ezer forint. Köszönjük! Negyedik játékosunkat várom, budapesti Szabolcsi Pálné. És először húználunk a játékon, három felnőtt gyereke, egy unokája van, és Balatonalmádiban van egy nyaraló, oda szeretnének a családdal együtt elutazni. Na nézzük, hogy mi lesz az a negyedik szám. Ó, az eddigi legnagyobb, 43-as, megsúgom önnek, és már látják is a tévénézők. A 43-as 258 ezer forintot ér, köszönjük szépen! Ötödik játékosunk következik, budapesti Kovács Mihály. Három gyerek szurkol neki, ők 10, 19 és 25 évesek. 5 évvel ezelőtt járt nálunk, akkor a 39-es húzta ki. Na nézzük, hogy most mivel segíti az iskola kezdést. Még egyen lejjebb mentünk a 16-oshoz képest, 15-ös. Ez az ötödik nyerőszám, ami 90 ezer forint. Köszönjük szépen! És akkor következik a mindent eldöntő hatodik nyerőszám. Ezt kótai játékosunk Mórosz Ferenc húzza. Kóta Nyíregyháza mellett található. Első alkalommal húz ő is, távfűtés, hiba elhárítással foglalkozik, azt mondta, hogy azért nyáron is van munka. 8 éves kislánya, 26 éves fia szurkol neki, a hatodik szám pedig a 18-as. Hát kérem szépen, jó számokat húztunk most is, ha jól látom, 108 ezer forintot nyert, köszönjük szépen. És jól látom szerintem, de nézzük meg emelkedő számsorrendben is a 33. hét nyerőszámait, hú de jó. 15, 16, 17, 18, 27, 43. Jelentkezzenek hozzánk számhúzónak, tudják, hogy kell. Legalább 1500 forint értékben tessenek venni egy hatos lottot, és a vásárlás hetében vasárnap éjfélig pályázzanak. 061-224-2626 a telefonszámunk, de pályázhatnak a www.szerencsejáték.hu-n keresztül is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő játékhéttől megváltoznak a számhúzó akciónk feltételei, további információkat honlapunkon találnak. És akkor most vessünk egy pillantást a tegnap sorsolt Joker számra. 4-6-2-9-2-9. A Jokeren nem volt telitalálatos, így ott jövő héten 155 milliót nyerhetnek. És akkor most nézzük, hogy itt a hatoson született-e telitalálatos. Látjuk a nyerőszámokat a nyereményekkel, csak 14-en találtak el 5 számot, majdnem 1 millió forintot nyertek, de lett-e telitalálat ezekkel a fura számokkal? Hát ezen nagyon nem lepődtem meg, nem lett telitalálat, így jövő héten a hatos lotton 210 millió forintot nyerhetnek. Ne felejtsék, hogy a Szerencsejáték ZRT-t követhetik a Facebookon, az Instagramon, a műsorokat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Várjuk Önöket jövő héten is, viszontlátásra!